Már csak 4 lány van versenyben a Magyarország következő topmodellje címért. Ma este kiderül, ki lesz a 3 döntős. Ki lesz Magyarország topmodellje 2006-ban? Topmodell Vámosi Vikivel. Sziasztok, a Kovács Éva vagyok, a Maximának a főszerkesztője, amit tudjátok, egy fiatal nőknek szóló lap, és azért érkeztetek most hozzánk, mert divatot fogtok bemutatni az újságba. A feladat nehézsége egyébként abból áll, hogy mindezt nem lehet olyan arccal bemutatnotok, nem lehet olyan beállásokkal bemutatnotok, mintha férfire néznétek, nem lehettek túlságosan dögösek, nem lehettek túlságosan szexisek, hanem úgy kell ezeket a dolgokat viselnetek, úgy kell a fotózáson szerepelnetek, mint hogyha a legjobb barátnőtöknek mutatnátok be ezt a ruhát a fürdőszobából visszafordulva. Jó? Hogy fordulj szembe, kicsit fejjel az állapotban. Nagyon jó. Lehet, hogy még mindig sok másik irányba forduljál egy picit. Jó, akkor kezdjük, jó? Úgy húzd ki magad, ez az. Még lejjebb az állat. És most húzd előre a bal vállat, hogy lássam. Ez az. Kezemben egy Maxima újság van, amiben találtam egy fotót. Egy férfi található rajta, ő nem más, mint Áron. Akivel én megismerkedtem ez a műsor ideje alatt, és most megláttam az újságból, úgyhogy nagyon boldog lettem. Mondta, hogy ha kijövök, akkor hívjam fel, vagy ő hív engem, vagy megtaláljuk egymást, úgyhogy mindenképpen fogunk találkozni, hogyha én ment kimegyek. Lejjebb egy kicsit az állam. Jobb válladat, tolj nyugodtan előre, ez az, nagyon szép. Jó, kedvesen. A komplexusom van a fenekem miatt, mert túl kerek, és nem szeretem, hogyha látják, hogy így megy. És ez olyan szembetűnő, hogy így oldalra össze, vissza, viszem a popsim. És szóltam a Fruzsinak a 9. zsűrizés alkalmával, hogyha esetleg fellökném, akkor az azért van. De ez máskor is van, amikor buszba szállom, de akkor is majd meg is föllöksz. Hát de szóljál! Előre. Hát bocs, szólj! Nekem is most rossz az agyam, mert már megint a tükör, f***szom, akkor tükröt kell nézegetni, mint egy órán keresztül innen és onnan, és aztán rájöttem, hogy ez így hozzád tartozik. Igen. Pedig már néha mondtam, hogy rácsavarozom, állítom az esküszöm, majd az állatot. De milyen jó bejön a fotózásokon, tehát ja, nincsen problémám. Igen. Nekem csak ez zavar, így megmondom őszintén, ez az, hogy mi szekáljuk a Juditot. Hát most megint nem valami jó oda bent a házban. De mert? Nem tudom, mert most megint úgy érzem, hogy most megint egyedül maradtam. De miért? Most vagy sírjuk el. Miért érzed, hogy egyedül maradt? Na! Judit, na mondd el. Mi van? Mondd el. Miért érzed? Azért, mert mindenki máshol van, azért, mert úgy velem mindenki kivételezik. Nyugodtan megmondhatod a szemedbe, mert mi tényleg csak segíteni akarunk Judit, mert nem féltékenyek vagyunk rá, mert itt vagyunk a négyben, úgy gondolom, hogy ez k***va jó, attól függetlenül, hogy nem tudjuk, ki lesz a első három, vagy mit, vagy aki megnyeri, vagy érted, de úgy gondolom, hogy ez rosszul esett, mert mi teljesen őszinték voltunk hozzád, és nekünk mondhattad volna elsődlegesen szerintem, és utána a zsűrinek, mit, hogyha mi így baszogatnánk. Ez rohadtul nem így van. Úgy érzed, hogy kivételezünk? Te úgy érzed, hogy kivételezünk? Nem, ők érzik úgy, hogy velem ti kivételeztek. Te úgy érzed? Nem. És az miért érdekel téged? Ez egy verseny. Utána az ilyet. Vikér lehet megvédeni, hogy... Hát, de hogy azt hallotta a Juditól, hogy ezért, hogy mennyire ezért, hogy mennyire bántja, hogy mi szekáljuk, hogy vele kivételeznek. És hogy mi szekáljuk, és hogy ő hogy sírt neki a múltkor, amikor lehetett beszélgetni, mi szekáljuk.
És ezért nem sikerültek a képei sem, mert olyan lelkiállapotban volt. És akkor a Judit nem mondott semmit, csak így mosolygott, ahogy szokott. Direkt azért mondtuk neki, mert mindenki látja benne azt, hogy lehet belőle valami, és ő meg annyira nem akarja, vagy csak úgy ott van. És mondtuk neki, hogy tedd már oda magad, tehát minden adottságot, lehetőséget megvan, meg amikor támogat mindenki, lehet valami itt van mindenki, hogy tedd már oda magadat. És tényleg azért mondtuk jó indulatból, hogy, hogy vegye már észre. Igen. És akkor ezt még elpanaszkodta úgy, mint hogyha féltékenyek lennénk rá, meg mondhattuk volna igen úgy is, hogy paraszt módon, meg nem is segítünk neki, mert nem mondjuk, hogy... Mert önök azt mondtunk vele. Neki, hogy húzd ki magad, ha kiállsz, meg mondtunk neki, hogy én öltöz csinosan. Olyan dolgokat mondtunk neki, amivel segítünk. Szerinted te azért vagy itt bent, mert kivételzünk veled? Te érzed azt, hogy ehhez hozzátettél valamit, próbálsz bizonyítani itt. Azt érted, hogy most már világosítottak fel, hogy velem kivételeznek. Hát mondom, én ezt eddig nem kivilágosított. Hát én. Mindenki mondta, hogy vedd már észre, hogy veled tökre kivételeznek. Mondom, velem. Hát szerintem egyáltalán nem. Ugyanúgy megkapom a zsűritől is, ami probléma. Elég sunyi jött ki, hogy ezért, hogy előadja a Vikinek, hogy jaj, én vagyok a kis szegény, akit bántanak, pedig én úgy akarom, és ezért, és akkor még ráadásul bántanak, és akkor ezért... Te voltál az, akinek soha életében a verseny előtt nem volt a lábán magas sarkú. Hát ez így van. Nekünk zsűriként nagyon... lesz egy darabig úgy fajlában. Na jó, ne nyávogj. De Judit, te nem vagy ilyen nyavalygós. Hát én nem, de most már ezek kiborulni. De miért? Azért mondtuk el, hogy vedd már észre, tedd már oda magadat, segítség, segítség, azért jó indulatban, senkinek olyan szándéka, mert úgy is mondhattuk volna, igen. Hogy érted, hogy baszogatunk. Ezt tudom, hogy segíteni akartok, csak én hiába mondtam, hogy ez k***ra nem kivételezés, ez így lehet, hogy úgy látszik, ezek... de én még mindig nem érzem, hogy velem kivételeznének, csak... és ez így tök furán. Jó, csak akkor vedd észre, tehát nem kell érezni, meg nem kell izélni, meg nem most... Nem úgy kivételeznek veled. Tényleg, csak vedd észre. Azért segítenek neked, meg azért fel akarnak hozni, mit tudom én mondjuk olyan szintre, amilyen a Valentina, vagy a Tita, vagy a Réka volt, illetve van, hogy megnyerhesd ezt a versenyt. Illetve azért, mert ugye nekik is az lenne a jó, ha egy divatos harc nyerné meg a versenyt, hogy ne égjenek be a végén. Tudom, és tényleg sajnálom, nem tudtam, hogy ekkora izé lesz belőle. Snoopy, Snoopy, gyere haza! Money in the air as mofil. Grab you by your coattail. Take it to the motel. Wholesale. Don't tell. Won't tell. Baby say I don't talk dog. But she told on me. Oh well. Take a picture with me. What the flick gon' do? Baby stick to me. And I'ma stick on you. If you pick me. Then I'ma pick on you. D-O-double-G. And I'm here to put this dick on you. I'm stuck on pussy. And yours is right. Really. Mi? Itt ebben van a súlyom. Aki Oszkárt is kaphatnak ezeket. Réka? Szerinted? Még jól foglaltam a helyet. Fogadtunk két kakaós csigába, hogy ide ülök. Hát, én ezt szarmatom volna előtt. Valód legyen kövér, ugye? Neki fiájékkal, lazuljál már el. Nem, senki se ül fiával itt van. Azt a felnégyen. Csak a hátsó sorokban. Nézzük meg. Majd akkor megint az beleszik állítva a gyolkesz. Majd kifele megyek, gyolt lehúzok kettőt, aztán azt el a vissza. Hú, biztos tök izgulnak a lányok, mi? A vérükben van már a 20. századik nárai bemutatót csinálják. Through the club and the low pressing, I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your titties is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy, baby, you got a fatty. The type I like to marry, wanting to just give you everything, and that's kinda scary. Vigyunk egy kis pesgő. Ne menjél, vigyál egyet, megrendjél a nyelvét. Sziasztok! Sziasztok!
you are cheese man.